Egy pillanatra azt hittem, hogy nem is tudom, mit hittem. Üdvözlünk mindenkit! Az utolsó mérkőzése jön az X25 eSportsnak, illetve a Nexus Gaming csapatának, úgyhogy kommentátortársammal Edivel már ugrunk is bele a tiltási választási fázisba. Ha ugrunk bele, akkor ugrunk bele. Szervusz Darcég, üdvözlöm a kedves nézőket is! Two Axis ellenében megint csak megérkezett a Draven tiltás, ami már azt mondom, hogy megszokottá vált, vagy válhatott, illetve egy kasszadin is ott van megint csak a tiltó listán, a Nexus Gaming csapata pedig egyelőre egy Sinzaót, vagy Zsinsaót, vagy Sinzaót. Kinek hogy tetszik? Azt tiltották. meg egy Rexályt is. Abban nem tiltások tehát, Riz, szemben. Még akkor is, ha ezről a vége, nem pedig Rexite. Mondtam, hogy ne vitatkozzunk a nem vitatkozzunk a Rexite tiltásban. Nem vitatkozunk, de az Ezril is meg éri ezt a tiltást egyértelműen. A fontos a Eddig tiltás, végig tiltva volt. Igen. Ahogy a előbb említett kínai úri ember is. <laughs> És egy urgot Azért kijárt. Tehát az az urgot felső az, az... Nem akarom azt mondani, hogy szóló a mérkőzést, mert ez természetesen nem igaz. De... De azért egy elég megnyerő választás volt. De egy 1v9. Arra célzott Darcy. Hát még egyébként... nem Clowny, de igen. Delito. Delito. Tényleg. Igaz, még az. De Clowny 1 v tehát volna, ha megkapja Urgotot, egyetértek. Hát, vagy hogyha esetleg azzal a rumble sikeresebb a mérkőzése. Nidali még a tiltó listán, így viszont az X-25 akár csak az első mérkőzésen megint csak el tudta hozni magának ont. És hova megy most? Erre vagyok én is kíváncsi. A felső ösvényre ugyanúgy érkezhet, ahogy mehet megint majd támogatóba. Clocks Kezei közé, itt szerintem sok minden fog még azon múlni, hogy a Nexus Game még milyen választásokat hoz. Egyrészt az alsó, másrészt a felső. hogy most elválasztják-e a jeans-t például. Hm. Mert ugye arra kitértünk, hogy mennyire jó kombó volt ez az egész, mennyire jól együtt tudott működni Orni, illetve Gin is. Persze lehet, hogy az elképzeléshez meg sincs most az x 25 ban hogy megint Gin-Orn kombót hozzanak el. On-Gin-Gin-Orn -Orn, egyik jól. Kombót hozzanak el az alsó sősvérre. Lehet, hogy ez most alapvetően is egy felsősvényes választás náluk. A Nexus azt mondja, hogy Kazix. mert az olyan jól működik. És amúgy tényleg. Oh. Illetve egy város is a választott hősök listáját gyarapítja most már innentől kezdve. Az elmúlt időszakban azért olyan sokszor ezt nem láthattuk, ezt a hőst, míg a világbajnoki patchen, igen igencsak előkelő helyen szerepelt, azóta viszont egyre inkább eltűnt. Na nem úgy, mint Miss Fortune. Akinek ez Ú, uh, ez... Ú, uh, ez nagyon erős kompozíció lehet így. Megint? <laughs> igen. Erre, hogyha elhoznak egy uh, Alistar és per inkább Braum -ot. A Braumot már. Vagy, eh, ahogy ez ellen mondod. Nem, nem, nem. Mert ez még. ellen mondjuk a Miss Fortune ellen baromi jó a Miss Braum ellen, ellen tökéletes, igen. Viszont... Uh, Gino Én nem értem. Nem, nem. Nekem sem, de ma már kiderült Ó, oh, te jó Isten. Lassú vagyok. nem mesél el, mondd el. Zsinórban. Ne. <laughs> jó. Az a szomorú, hogy én is csak úgy értettem meg, hogy Buci elmúltogatta a zsinór. <laughs> Na mindegy. Oh. Gangplank és Gnár tiltás a felső ösvényre, Rexai és Jarvan, valószínűleg ez tényleg egy Rexai egyébként, amit most a nexus kitiltottak, ma az a hára középső ösvényre. Azért hiányzik Tana. Aki csípőből lőtte ezeket, és nem gondolkozott rajta negyed órát, egy szünetben, hanem így bemondta és bemondta. Nem, 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 nem. Azon, hogy eljussunk idáig, mint vicc. Meg én másfél percig még gondolkoztam rajta. Mert és a magyarázás egy együtt már tényleg megvan a viszont? Jó, 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 oké. Okay. <laughs> viszont van egy rengár legalább ryuzaki és ez mondjuk hát egyébként, egyébként a mantrázott inspirációnál. Kösz. Szívesen. És ez egyébként a mantrázott inspirációval egyébként már régebben is egy működő elképzelés volt most egyébként nagyon sajnálom, hogy nem látjuk a kulcsmesterségeket, mert Illetve mert érdekelt volna, hogy mi az, amit elhoz. Itt egyébként lehet választani. A vadász is egy nagyon jó uh, és működőképes rúna nála. Tudod, mi a nagy szerencséd? Illetve a sötét születet is, igen. Hogy ugye, ugye eu Western vannak, meg ezt megigazítom, mert nagyon nem. idegesít, amikor nem, nem megint, lehet utána megint, nézni. Megint, megnéztem. Megint, megnéztem. Nem lehet megnézni, op.gg? Nem. Szomorú. Akkor nem tudod le. Kopézni. igen. Mondd ki. El Ellesni lemásolni. Ellopni és hasznosítani a szólóban a... Na, Egyébként mindegy... arra, arra, viszont emlékszem, hogy a Mirengar <laughs> dzsungelt már láttunk, az az áramütést hozta magának. És, és a kommentátorok pont arról beszélgettek, azt hiszem Axmart mondta, hogy az áramütésnél ő hasznosabbnak találja a sötét szüretet. Dark Harvestet. Ha esetleg valakinek így. Hmm. Jó. Attól függetlenül az áramütés is nagyon jól működött. Igen, engem megmondom őszintén, inkább mellett jobban fog érdekelni az alsó ösvényes összecsapás, mert ahogy te is mondtad, karma, karmát jól ki tudja egészíteni, vagy rengárt jól kiegészítheti majd karma, de ettől függetlenül azért az első 10 perc, nagyjad órában még valószínűleg többet fog találkozni a lövészével, és őt kell, hogy majd jobban megsegítse az ösvényfázisban, arra elégséges lehet -e egy karma, egy Varus, illetve egy Braum ellen. Szerintem alapjáraton bőven. Sőt, igazából az a kérdés, hogy Braum-elége védelem szempontjából Varus mellé. És azt mondod, hogy az Orn, az Externi 5 Esports csapatánál elég lesz tanknak? Egy? Szerintem igen. Mm. Pláne azért, mert ugye ez egy felsősvényes választás, mm -hmm. tehát ott van lehetősége összegyűjteni a kellő mértékű aranyat és kifarmolni magát. Úgyhogy. Nekem jobban tetszik a kék oldali elképzelés, a kék oldali kompozíció, és nem csak a rengár miatt. De. Jó, nem Fald csak be. a rengár Fald miatt? Be. Na, azért ott van a karma is. Igen, igen. a mellett nagyon meg egy százalék. százalék. körülbelül. Viszont nem véletlenül beszélek az X-25-ról, náluk még így is sokkal inkább látom az elképzelést, uh -huh. mint adott esetben most a Nexus Gaming-nél. Ettől függetlenül simán működhet majd a a Malzahár, és jó lehet már az ösvényfázisban is, de szerintem csak meg fog gyűlni a baja majd az írral, akinek egyébként, vagy akivel egyébként mindenkinek meg kell szerintem mostanában, hogy gyűjjön. Uh -huh. De a Kazix is az előző mérkőzésen ugyanakkor épp az ellenfél csapatánál volt, de a mérkőzés későbbi szakaszára elgyengült, és szeretném, hogyha ez a mes nem 20 perc alatt dőlne el, hanem megint talán egy ilyen kiegyenlített. Tehát még azt is mondom, hogy nem is baj, ha lassabb, de magasabb szintű játékot láthatnánk. Már hogy értem magasabb szintű játékot? Úgy, hogy az első meccs az gyakorlatilag egy... Hát nem azt mondom, hogy stomp volt, de, nem elég, nem hamar, volt de elég hamar eldölt, hogy melyik csapat fogja megnyerni. Igen. Ez és és a hógolyózást az azt végig lehetett csinálni, örülnék neki, hogyha nem így Szerintem az elej el. az meglehetősen kiegyenlített volt. Ha az eleje, Pont igen. az első mérkőzésnek. Aztán egy ilyen 15 perc után láttuk, hogy az X-25 jobb hívásokat hoz, U, és... A 23. perc meg vége lett a meccsnek. Igen. <laughs> 25. Jó. Tehát egy ilyen 10 perc kellett nekik ahhoz, hogy ezt a hobbit végig görgessék, de igen, alapvetően egyetértek. A második mérkőzés az már kiegyenlítettebb mm -hmm. volt, tehát inkább ahhoz hasonlót várnál akkor? Hát ö, alapvetően igen, pont ugye azért ismert, hiszen ez egy harmadik mérkőzés, ahol mindenképpen el fog dőlni, hogy melyik csapat nyeri a szíriát, és ne felejtsük el, kettő eddig nyeretlen csapatról beszélgetünk, és valamelyiknek most ezt nem is az, hogy meg kell nyernie, de valamelyik nyerni fog. Így van. És mind a kettő szerintem eléggé akarja azt a győzelmet. Én azt hittem egyébként, hogy sokkal dominánsabb lesz a Nexus Gaming Igen? ezen széria során. Lehet, hogy a kliktekkel szemben csak szerencséjük volt. Vagy lehet persze az is, hogy a 7.22-re nem igazán sikerült nekik az átmenet, és emiatt látjuk náluk most ezt a fajta szenvedést. Talán egy kicsit keményen fogalmaztam, de, de hát a Nexus-tól a click elleni... Igen. Na hát akkor akkor nem vagyok vele egyedül. <laughs> nem. És ennél egyébként majd Dorán Pajzsa lesz, a romlás itala orna a szemben, aki persze ezzel a tárgya kezd, de aztán majd úgyis kovácsol magának egy másikat, ha a kedve éppen úgy tartja. Nincsen egyetlen egy óránk sem, mármint stopper óránk sem, mint azért hiányolok, szeretem azt a tárgyat, egész szimpi mostanában. Égetésünk viszont van egy az alsó Nek köszönhetően Klox. hozta el ezt magával. A Nexus Gaming csapata pedig megint csak kettő darab teleporttal érkezett erre a mérkőzésre. Még Aki lesznél továbbra is a gyógyítás van. Úgy tűnik, hogy számára majdnem, hogy mindegy, hogy mit hoz, bár az első meccsen éppen megtisztulás volt nála is. A lövészeknél, nem, bocsánat, Varusznál előrenyomulást látok. Szerintem sajnos Miss fortune még egyelőre nem sikerült észrevennem, ha neked megvan, akkor kíváncsian hallgattam, hogy ő mit hozott el, egyébként is érdekelt volna. Nem tudom, de szerintem a piraság egyébként jó lehet a uh, plaxnak. Aha. Szintén, Melyikre ugye? gondolsz? Mármint az ága az oké. Okay. Uh -huh. De no. azon belül áramütés vagy? Igen, 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 mondjuk. Az a három különböző, nem? Mármint. Hát amikor el kell találni három képességgel, vagy... Ja igen, 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 az az igen, igen, igen. Na, akkor én arra gondolok, de nem biztos, hogy hát azt a Thunderlord. Gyakorlatilag. Igen. Aha, nem. Érzik. <laughs> igen. Ez lett volna egyébként a másik kérdésem, mert... Uh, MF is olyan volt uh, a régebbi időszakban, mint Jean. MF-re és jean re hozták el... na ah, most hirtelen akartam mondani. Tudod azt az égetéses mesterséget? Segíts már. Dead Fire Touch. Az. tűz érintése, köszönöm. Csiónak. Szóval nála lehetett még ezt látni a régebbi időszakban, és pont emiatt akartam kérdezni, hogy nála is esetleg az egy-két betalált képesség miatt megérni elhozni ezt a kutyamacska mókust. Úgy néz ki, hogy igen. A macskát meg a mókust még megértem, de a kutya az hogy a jön ide. Hát, vannak érdekes kutyafajok a világon, hidd el. De egyébként meg szerintem inkább hasonlít egy rókára, mint bármi másra. Róka. Igen. Egy kis róka. De aztán tévedhetek, na mindegy! Villanni kényszerül közben Speedy. Ezért nem kellett idézőit áldozni egyáltalán az X25-nek, és a játék hangunk egy kicsikét... Igen. Belelkesült. Sok lett most. Igen, igen. Valamit lehet elcsavartak a külföldi kollégák, de ezt azonnal orvosolni fogjuk. Még ez Berenger találkozhat kazix És nincs villanása a Speedinek, tehát nem. itt maximum kiugrani tud, ha még van ugrása, de valószínűleg van. Szint hátrányban is egyébként is. Nem kezdeményez most Ryuzaki. aki. Aki Renger. aki Renger. Megint olyan Kazix játékot látunk egyébként speedy amikor ő bemerészkedik az ellenfél dzsungelébe és őrszemezi. Pont most halad el egy őrszem mellett Rengár. Ezek -e? valószínűleg gyakoriak lesznek majd. Nem, nem félti magát túlságosan, Speedy. Nem. Egyelőre viszont talán emiatt annyira nem is kell izgulni a játék korai szakaszában. Kazix meglehetősen erős karakternek mondható, hogy gyakorlatilag bárkit le tud egy egyezni. Ilyen szabadban lettem volna kíváncsi arra, hogy Rengárról mire megy. Ott szerintem inkább az az, ami fontos, hogy melyik dzsungeles kezdeményez majd, miközben folyamatosan megy a lövöldözés és az adok kapok mind a két, mind a középső, mind pedig az alsó ösvényen. Ryuzaki pedig becsatlakozik az alsó ösvényes offenzívába, hogy tornyot tudjanak elhozni. Ez talán még nem lesz meg, bár a fene se tudja, az biztos, hogy a Varusznak Two Axisnek haza kellett térnie. Azért nézd meg, mennyi időnél járunk. Alig hagyjuk az ötödik percet. <gül> <gül> Igen. Éppen most jár a toronyvédelem fél életerő alatt, még kettő alaptámadás is megpusztul. Hát az is fél életerő alatt van, nem? Jogos, jogos. Na, Nagyon alatta van akkor mondjuk így. Szóló aranybónusz lehet, hogy nem kap senki, mert hogy megosztja ezt Rengár, illetve Miss magával. Varusz pedig start. meglehetősen gyengélkedik az ösvényfázisba, fázisba. Köszönhető ez hát túlnyomó részt egyébként Karmának, illetve Ploxnak a kú képességének. Mond. És ugye erről beszéltünk, Igen. hogy neki szenvednie kell Igen. az ösvényen, Brown meg tudja védeni, megvan a válasz, nem, nem, nem. tudja megvédeni, ezért 20 másodpercenként egy fal az igencsak kevés, még ha 5 másodpercenként volna, na akkor volna nagyon broken a bajszos úriember. Egy csákányjal pedig, az is lehet, hogy ez megint csak a génzott düpengés varusz lesz. Én az elmúlt időszakban egyébként, persze hát szólok beszélünk, de nem ezt a verziót láttam, hanem a leteszított király kardjását, tehát lehet, hogy mostanában már más felé tekingetnek a srácok. Itt még a csákányból nem merném ezt mondani, itt még inkább a génzót merném. Bárhogy is, majd meg fogjuk látni. Ahogy azt is megfigyelhetjük, hogy az X25 eSports csapata ösvény cserét hajtott végre, ezt most már a Nexus Gaming is megtette, és ott van Speedy azzal a Kha'Zix-szal, hogy esetleg lehessen valahogyan kezdeményezni majd Ploxékra. Egy ellenkezdeményezés pontosabban, tehát most megvárják, hogy na, akkor bemegy az MF, akinek előnye van, a kevés életerős varusra, de jól visszalép Plox és Klax. Csak szépen lassan azért most már ideje, Rengár is. Hú, hú, hú. Aki ugyancsak négyes szinten van, és továbbra is szint hátránya van, Spirit. Nah, hogy előrébb megy. Na, karma. Na, meg lehet találni karmát, így van. Rengár, bokorból ugrálhat, és szép a sebzés, de a kifárasztás miatt nem lehet befejezni, de be lehet fejezni. Az égetés végzik, kik az Villan közben Ríuzak és menekül ő is. Menekült uh volna Varus is, de nem. Ő ezt nem élheti túl, ugyanúgy, ahogy a torony alatt ott fog maradni. Valószínűleg Braum is nem, nem. még ő fordul vissza. Harapós! az az Isten verte fagy. 2-1 az X-25-nak. Igen. Azt mondták Ploxék, hogy kedves Brown, mi megölünk. Brown pedig azt mondta, hogy majd ha fagy, csak hogy folytassam a buta Mindegy. <laughs> <laughs> Delito nem tudott megérkezni a saját végső képességével, pedig hogy az egységben az erő az már elérhető volt számára, amikor Kazixot éppen letörölték a pályáról, viszont ugye tehát vagy megszakításra került ez, és valószínűsíthetően egyébként inkább Megszakításra került, hiszen láthatjuk, hogy annak a végső képessége töltési időn van. Erről én nagyon-nagyon szeretnék egyébként majd egy visszajátszást kapni. Uh -huh. De nem valószínű, hogy fogunk, mert elég ritkán kapunk, úgyhogy így csak tippelni tudok, de ezt, ezt tippelem. Ez viszont mindenképpen egy fontos mozzanata volt itt a felső ösvényes összecsapásnak. Uh -huh. És oké, okay, így sem volt éppenséggel teljes a győzelme az Xtendify freesports viszont megint csak egy nagy lépést tettek annak érdekében, hogy hát nem azt mondom, hogy 2x-t letolják az ösvényről, mert az már megtörtént három perccel ezelőtt, de hogy tovább növeljék az arany előnyt és a pozíciós előnyt köszönhetően a felső ösvényes toronyához a is. Abban látszik egyébként a leginkább, hogy mennyire jeans -szerű ez az MF választás, hogy nála is jó szellemkardja készülhet el először. Ez a tárgya egyébként nagyon meg lehet könnyíteni az ösvényre való visszaérkezést. Ami így sem túlságosan hosszú idő MF-nek, aki hatos szintű, négyes szintű Jinnel szemben, Varusszal szemben. Erre a már nagyon rápörögtem, talán már túlságosan is, na mindegy. És egyébként igen, inkább hasonlít az egy ö, düpengére, mint bármi másra annál a Varusznál. Mondjuk ez egy nagyon kezdetleges dupenger 40 farm Persze, bármi is lehet, csak meg akármi is. De valószínűsíthetően hatalmas nagy lemaradás, és majdnem, hogy mindegy, hogy a mit épít. Igen. Ez így tökéletesen el lett mondva. Pont ezt nem akartad, nem? Hogy? Hogy ekkora Igen. különbség legyen. <laughs> Én ezt nem akartam volna, de hogyha a másik ö, egyéb ösvényeken meg tudná nyerni a Nexus Gaming, akkor megint érdekes lehetne ilyen-olyan szempontból. Annyira ez nem történik meg, hiszen a középső ösvényen is aki lesz farma előnyt tud felmutatni, illetve hát a felső ösvényen meg mi a fene történne egy Shen, illetve egy között. De most komoly. Hát az, amit látunk belőlük, semmi. Igen. Ó, oh, közben Speedy életét áldozhatja egy sútja rákért. Jó a lekötés, és nem látta ezt Rengár. De aztán a visszafordulása mégis megvan. Nagy gyilkosság. És ez azért jelzőt is jelent, ha minden igaz. <laughs> hát mit tesz ez a szemhátrány? Ezt most Rengár éppenséggel nem látta. Mond. Hát, hát pont, pont, pont az a periféria nem volt meg nekem, hogy kellett volna ennek érdekében. Ettől függetlenül azik továbbra is büntetve van. Hát megbűhődik most ezen a meccsen, úgy tűnik, hogy mindenért. Ahogy áll is egy jó adag sebzést szenved el Orna a szemben. 11. perc, már több mint 3000, sőt, már több mint 3500 volt az a az különbségünk. Ez az igazán jelentős domináns mérkőzés illetve előny. De az a kérdés, hogy tudja-e tartani az iramot az X-25. A toronyáhozatából úgy néz ki, hogy igen tudják, és még mellette a sárkányra is ők fordultak ki. Tehát egyszerre két célpontot tudnak elhozni, miközben a Nexus Gaming mit csinál? Semmit. Se. Nem, gyakorlatilag Varus most akkora hátrányban van, hogyha ő 20 percen keresztül farmolna, akkor is lemaradással lenne Miss Fortune-nel szemben valószínűsíthetően. És ezt az előnyt az x 25 nagyon komolyan meglovagolhatja majd. Vagy éppenséggel most. Hiszen láthatjuk, hogy a középső ösvényen is torony döntésre készülnek a szerbúri emberek. Annyira cuki egyébként, hogy három karakter van a középső ösvényen, mind a háromnál igri van. Macska, kutya, mókus és mindig dobálja össze-vissza. Annyit látok a középső esmélyen, hogy röpködnek a nem tudom micsodák. Miközben meg hogy halni lesz, most nem megtisztulása van, és amúgy sem segített volna neki a felbőszítés jó. Két gyilkosságot a Nexus már elhozott, és mehetnek is tovább. Ott fogja Plox is hagyni a fogát, így van. Aztán engem marad a bokorban, benne mondjuk van sebzés, ő szépít egyet. 3 2 összességében a csere. 3-3-ra módosítja ezt a tankos Orn aki itt egyébként még valószínűleg ott hagyhatja a fogát, de rengárment ment egyet és oh! beugrik a farra, ezt nem kellett volna. Így bizony akár még ász is lehet a vége, nem. Megint gyilkol egyet A feldobás aztán megint csak szép. Egy alaptámadásba bele kéne halnia, de meg lesz -e meg? Hát hogy ne lenne meg? Nem ász ugyan, de öt gyilkosság a Nexushoz. Meg nem is csak egy alaptámadás. A is elhasználta. Persze a halott torn. Jó, attól még elhasználta. Ja, jó. Nem, Darci, most te vagy az akció kommentátor. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. gül> Na, de lényeg a lényeg, hogy itt viszont most megmutatkozott az, amiről ugye még a meccs elején beszéltünk, hogy Braum a tökéletes választás lehet Miss mm uh -huh. és rendben van, hogy az ösvényen karmának a sebzése számottevő volt, és ellehetetlenítették a varuszt, viszont egy ilyen harcban megvédeni nem fogja tudni a Miss Független attól egyébként, hogy ez egy eléggé össze-vissza csapatharc volt, és még úgy sem, hogy majdnem leászolták a, az x 25 fosok a nexus sem mondanám azt, hogy olyan nagy hátrányba kerültek volna ennek köszönhetően, hiszen karma megy villan. Gondoltam befejezett. Mi? Már befejezték. És öl. <gül> <gül> nem? Nem. Jó, mindegy. Ezek ilyen gyilkosságok, hát Igen, most nem. ilyenek. Nem, nem lehet mindegyikre kitérni, amikor ilyen irammal haladunk előre. A felbőszítés nem érkezik ki közben Delittótól. De azért a pozíció az nem volt rossz. Ugye még mindig sebezhető az az azir, akinek villanás a gyógyítása elérhető. A katonák is szépet tépnek már. Helyez lehet kötni a halott Braumot. Kettő gyilkosság már megvan, bár a kilépés az nem rossz kazix Úristen! Ez bizony egy halálosság, Miss Fortune. Jön a kos, jön a kos! A feldobás az nem talál. Nagyon okos visszalépés. A visszalépés viszont, a korsnak a visszadobása az annyira nem volt sikeres. Pont úgy helyezkedett egyébként mind várus, mind pedig delítő a sennyével, hogy akár mindkettőjüket fel lehetett volna dobni. Hát... Nézd a lövészek közti különbséget. Igen. Van egy cipője Varusznak, okay. ami egyébként divatos. Ezt nem lehet elvenni a két tárgyával szemben mf -nek. A két halálosság tárgyával, ha ez így javít valamit a helyzetet. De Miss nincs fejlesztve a cipője. Ez igaz. Ő nem divatos. Ez számottevő különbség most jelen pillanatban. Legalább 2000-es aranyelőnye van Miss Nagyon sokat számít ez. Hát az előbb is láttuk, mennyire olvaszt az Igen, a Igen. Ez Ezennél csak rosszabbá válik majd. Most már egyébként az alaptámadása is fáj egy Dráktárral mellé egy Q-képesség szerintem van se tolna azt Hát és ugye ráadásul Miss fortune akinek ugye a passzív képessége eleve az, hogy minden új célpontra még pluszban nagyobbat sebez. Uh -huh. Megtámogatom mondjuk egy Q-val. Hát... Azt mondom, az van se tolna Igen. Azt a Hát, de nem is van se tolna, de jó, lehet amúgy. Nem, nem, nem. Ennyivel még nem ölheti meg. Rengár ugrik be közben, és sen szépen kapja az évet. Ez megint a titánhidrás kezdés, amiben nincs ellenállás. És tényleg nem volt ellenállás, meghalt, hát na. A, Az első mérkőzésen gondolkoztam, hogy ugye régebben, amikor ö, átalakították a naptűzköpenyt, akkor még próbálgatták mindezt, meg mindazt. Tehát a titánhidrát is, meg a naptűzköpenyes semt is. közben ploxtól, majd... és visszalépés, kezdeményezés, az megvan, de... Jó. Vagy speedy. <laughs> Fogja befejezni, vagy nem. a gyilkosságot Braum kapta. Lényeg a lényeg, hogy Plugs-ot le lehetett takarítani, és amíg a Nexus Gaming csapat a külső tornyot hozzá, az elsőt, addig a 25 Esports az alsó ösvényen Tier 2-es toronyra léphet ki. Ott van ugyan az a Shen, aki viszont hát ebbe beleszólni alig, ha fog majd tudni. Itt csak és kizárólag ez akkor éri meg a Nexus Gamingnek, hogyha a hírnöket el tudják még hozni, de nem tudják, mert az X-25 megy tovább az alsó és a inhibitor védő tornyot kezdenek el sanyargatni. Ott van mondjuk ma az neki van éppenséggel pokoli marka. Csak hát, hogy használja ki ezt ilyen helyzetben. Viszont 2 axis a Genzo Dupengéje elkészült. Jegyezzük fel a mérkőzés 17 Egyébként a 17 percben. perc az annyira még nem is késő. Tehát nem, nem ő. Nem a nem ő. lemaradása annél rosszabb lett volna. Nem ez a késő, hanem az a két tárgy korai, amit látunk. A feldobás az egyébként jó volt, és így meg fog lesz vilánsát nem tudja kihasználni Rengár ultiban, de így is szenved, hogy odébb menjen, nem is fog tudni odébb menni ebből. Nála nem is voltam úgy villanás. Teleportját pedig kihasználta a felső és vényes Orn, de ebből semmit nem tudott hozni. Egyszerűen mentetetlen volt a helyzet. És így viszont most a Nexus Gaming egy picit magához térhet. Egyre elhozhat egyrészt a középső egy vagy éppenséggel kettő darab tornyot, illetve a hegy sárkányt is magukévá tehetik ezen a mérkőzésen. Az pedig egy elég szép visszatérés lehet számukra a Biztos, mérkőzés. Biztos, ez is meg lehet? Sem. Mármint meg... a sebzése tök jó erre a célpontra Kazixnak, ez egy elszigetelt sárkány, hát hogy ne lenne jó. Nem is érkezik a visszahívás erre az X25-tól. Amíg a sárkányt hozza a Nexus Gaming, addig mennek előre a középsőn. Lehet, hogy be is előzik őket a toronynál, nem erről. Sajnálatos módon lemaradtak a minénak. Nem indultak meg elég korán. Érkezik a kos, visszafelé is megy már, és a feldobás jó a sebzés szintén, de nem kapja el a feldobás. Ma az a pedig közben tankol. néz meg ellenállás nélkül is milyen kemény egy gyilkosságot el is hoz. És így egy nullás cserében a Nexus Gaming boldogan, boldogan távozhat. Még közben ugye Mace még a gyógyítását is el kellett használnia. Ezt mondjuk elhasználta éppen Várus is. De ebből az egész akcióban most a Nexus Gaming csapata jobban jött ki, És ahhoz képest, hogy már a hetedik percben az X25 Esports tornya tudott hozni, meglehetősen behúzták a kéziféket. És ebben nem is igazán a, a Nexus akadályozza meg őket, hanem szerintem a szerb csapat nem tudott mit kezdeni ezzel az előnnyel. Ami még mindig megvan. Megvan, meg mindig előnyük van. megvan csak mondjuk 3000-es aranykülönbség az teljesen más, hogy fest a 9. vagy a 10. percben, mint a 20. perc közeledve. Így van. Sőt, akkor még talán nagyobb is volt az előnyük, 3500 a játék egy bizonyos pontján, de mindegy. Dráktár düpengéje készül Speedy kazix -en. Ez valószínűleg lassan el is készül rajta, már a komponensek ott vannak nála. Sajnos Ryuza, aki még egyelőre nem ezt a tárgyat fogja befejezni, előtte a fekete hasító bárdot. Itt van Kazik, itt van sen. Orn és Rengárral szemben. Na de érkezik a kezdeményezésenre az a kérdés. Még nem tép akkor átok az X, de sebzése az így is van bőven láthatatlanul megy befelé. Rengárnak pedig van már élet ereje, ráugrik a, a X egységben az erő, és így meg is van a gyilkosság. Egy felbőszítéssel még egy, meg lehet a teleport már végbe is ment. Egy pokoli marok, és lassan el fog húlni az az Orn, így is van. Szerintem teljes luft volt ez a végső képesség MF-től, aki azért gyilkol egyet, gyilkolhat még egyet, aztán ott lehet a kettős gyilkosság nála, mert Karma elvitte a hármast. Braum, Végül viszont... egy szép fordítás volt Ingen. ez egyébként az X25-tól, de nagyon döcögősen indult. Hát a Nexus ebből a helyzetből kihozta a maximumot, még közben 2X elvillan. Enki lesznek a chancery falangsia elől. Ez nagyon szép Jó. egyeni, engyéni Megmozdulás volt, mondjuk nem kellene utána belehalni a homokkatonákba, és akkor még meg is értem volna ez a villanás. Nem halt bele, ti! Csak még kapott volna kevesebbet. Igen, Na. igen. Mit gondolsz egyébként, hogy ha elkészül még a hurikán is, esetleg ezen a Varuszon, akkor lesz elég Vagy, Vagy mi más készülhet? Alapvetően itt most azért nem Varuszba. Helyezném a bizadalmamat, hogyha nexus gaming játékos vagy éppenséggel szurkoló lennék. Nem, hülyeséget beszélek egyébként. A Reflexicból már nem is készül az régebbi uh, runáni építkezés. Igen, igen. Lehet azt, hogy Akkor utolsó kárgya. esély? De ahhoz vagy meg nem kell több tényleg. Ezért, ezért kezdtem meg gondolkodni, hogy mit vásárolhat és jutottam a runához, hmm. de hát az meg aztán zsákutca. Na várjál. Az utolsó esélyhez se. Ahhoz se. <laughs> reflexzi meg, meg a Igen. Úgyhogy bármi lehet ebből a, a tájból. lehet, hogy kell még egy. Hurikán valószínűleg fő. nem. Ah, egyébként ott van. És akkor azért szerint, azért kell még Azért, jó, 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 helyes. Na, érkezik visszafelé a kos, ez gyönyörű szépen blokkolja Braum, de a baronna sort nem tudja belopni, így sem kazix. Hát a szint hátrány, ha minden igaz. Bár pont nem figyeltem, hogy a sújtás előtt is megvolt-e ez tehát hogy volt-e alapvetően is szintkülönbség, de mindegy, a beugrók ott hagyja a fogát, Baron Nassorral pedig az X-25 nyomóhat előre szembe egy torony el, aki ugye ott van a pusztítás képessége, ráadásul még a hírnököt is megidézte, de így sem tud tornyot hozni. Hát nem ő, hanem egyébként Kazix, de igen. Akkor a Nexus idézte meg. Jó. Még ezben inhibitor védő Jó -hoz. az elkapás, egyből kellett a mentés Ploxnak, aki meg is kapta mindezt. Braum szépen védi le a végső képességet. Ez egyébként egy nagyon korai tégei vásárlás volt plox Viszont ezt ki is tudta használni, és így életet tudott menteni. A villanás az így is távozott amúgy Ploxtól. tól aki pedig lép visszafelé. Most már ő is a dráktárt vásárolja magának. És ez nem egy teljes penetrációs MF lesz. Mert most a határtalan penge készül nála. Amit egyébként megmondok őszintén, annyira nem is értek, de egyébként elkészült nála már ez a tárgy. Na most már igen. Talán egy fekete hasító bárdal vagy mondjuk egy stratégus töltőpengével, amiből egyébként még az is valószínű, hogy taranytörő lesz. Valószínűleg azért nem mm. ezeket a tárgyakat vásárolja, mert ugye már kitértünk arra, hogy mennyire jó a Brown választás mf fel szemben. Ja, hogy úgyis mindegy, hogyha, ha már eldobják az oldalt, akkor úgyis halott vagy? Már... Vagy ja, meg nem, meg nem, gondolsz. nem. Arra gondolok, hogy a fallal le tudja védeni a teljes mf -ultit. Hát le. Ha levédi az mf akkor nincs értelme a teljes páncéltörésnek, akkor az alaptámadásokra mm -hmm. is célszerű építeni, hogy legyen egy B-terved. Ez pedig így az okos építkezés kategória inkább. Elég szért vásárol magának Rengár egészen konkrétan a Duelix szírjét. Az élettöltés sem rossz egyébként ebből az elég már mint a képességekből az életlopás ősökkel szemben. Ez a sem pedig szépen lassan tankosodik. És alapvetően nagyon jó védelme van már az adaptív sisakkal, aki lesz szemben, de még Bloxnak a misfortune a végső képességére is jó lehet ez az idézői képesség. Ez pedig a mérkőzés második hegycserkány, egészen... körül harmadik ami körül táncol a két csapat. Egészen közel vannak egyébként egymáshoz, így van, táncolnak oh, körülötte, és jó a hívás az X-25-tól, mennek a középső az ébitort e védő toronyra, amire viszont a Nexus már nem tud visszaérkezni a baronna sor miatt, ez valószínűleg meg is lesz, és jó az azért, torony, így Kazix nem tud hátulról érkezni, vagy legalább azt már messziről lehet látni, visszafordul oh, jaj, jaj. az X-25, mellé megy a romlás lánca. És Lesz, lassan el, fog, el fog fogyni az az inhibitor el is fogyott, azért pedig ki kéne csúszni onnan belülről, de nem jó a katonák még mindig szórakozik jó a villanás sentől. De így sem tudják befejezni azért ez egy egyedüli érkezés. És most viszont Sejemöv kihasználás történt. Nem pedig tégely. Megvan az inhibitor. Kezdeményez közben. Ma az a, hár és a gyilkosság az meg is van. Egy. de a fordulás az ott van Rengártól, aki szintén meghal villanását, nem tudja kihasználni, túl sok volt rá a sebzés, és persze a CC is, amiből csak egyszer tudott megtisztulni. A lövész, illetve az orv gyilkos is otthagyja a fogát, ezt kellett beáldozni az X25 csapatának. A Nexus Gaming mágusáért. És inhibitorért. És inhibitoráért, hát igen, meglett az, amiért az X25 érkezett. Viszont egyáltalán nem volt ez egy olyan könnyű szülés, mint uh, amilyennek ennek ígérkezett akkor, amikor Karma felgyorsította gyakorlatilag Ornon kívül a teljes csapatát. A hegycsárkány pedig így a Nexus Gaminghez kerül. Hát arra leszek majd kíváncsi, hogy ugye megnyitott bázissal majd a baronna mennyire fognak tudni kilépni, mert annál például egy fontos tényező lehet ez. Az a mondjuk célra vezető volna megnyitni az alsó részét is a bázisnak. Egen ugye az van a legmesszebb a baronna sortól, de a két teleport miatt, és az egységben az erő miatt, egyébként nem biztos, hogy annyira sok mindentől esne el a Nexus. Egyet nem mondom, hogy előnyös, de azért sokat segít a két teleport. És ritkán láthatunk ilyet, de Karma kihasználta az on adott, le, adta lehetőségeket, Aha. a megváltását pedig fejlesztette, ettől mondjuk maga a megváltás értéke az erősebb nem lesz, de több életerőt biztosít majd karma számára. Csak egy kis érdekesség, és könnyen lehet, hogy majd az elkövetkezendő percben még néhány ilyen tárgyat láthatunk, például Miss fortune is, talán a határtalan pegét. Uh -huh. Ami azt hiszem, Olvat penge, ha fejleszted. Ingen? De nem esküszöm meg rá, abban biztos vagyok, hogy Obsidian bard a fekete hansi tó legalábbis az lesz. Az Obsidian egyébként barom jól hangzik. Meg. Jó. Yeah. Floydgernek pedig köszönjük szépen a 29. 29. havi feliratkozását. Az Közel már jó. a 30. <laughs> Rengár érkezik, ott az inspiráció és a sebzés teljesen mellé Igen. megy Varusnak, így pedig fordulhat is a Nexus csapata, a teleport végig megy közben, Orntól a háttérben ott van, és fogy az életere is, nem tudja visszalökni a kost, meg fog halni, bár a pajzsok sokat segítenek, és még mindig életben van, de a látomások befejezik -e az a kérdés? Nem. nem. Még egy pajzs, még egy pajzs, még egy pajzs, ez Orn, kérem szépen, ölhetetlen egyszerűen. Még az Iron is ott volt neki, ott volt neki karma is, mert miért ne lenne ott karma? Hát az Iron Solar maradt életben, és ugye bár még az igaz dicsőségét is elhasználta, még arról nem beszéltünk, hogy Miss Fortune megvásárolta magának egyébként a igaz sejemövet. Ennek köszönhetően élte túl, no meg azért, mert a Michael tégeje ott van karmán. És rendben van, hogy ma az a megvásárolta magának. Ha az anyát, még nem is, de az órát igen, viszont ezt el sem kellett használni. És eljutottunk oda a megérkezés 28. percére, hogy a két tank az egyszerűen fontosabb, mint például Achilles vagy annak a bizonyos Rengárnak a sebzése. Mert fel tudják fogni a sebzésüket. Ez így van. A hátsó sort elvétette Rengár. Az ugrása után rossz Csúnyan irányba volt. kezdeményezett. A Zimmerion! <laughs> Köszönjük szépen a hatodik hót! Már fél évesek vagyunk, na hát. Baronna sor él. Két hegy sárkánya van a Nexusnak. Ez Kazix. Eléggé ki tudja használni, úgy gondolom. Fél évesek vagytok. <laughs> Úgyhogy nem Tudára szabad. nagyon mindegy. Mit Paroncsos. nem szabad? Mit nem szabad? <gül> <gül> nem szabad egyáltalán a közelébe engedni a Baron Nashornak a Nexus Gaminget, mert Kazix, Malzahar, az üresség duó, elég hamar elhozzák ezt. Tehát nem tágíthat innen az X-25 csapata. Igen. Ajaj, Rengár közben a bokrot próbálja kihasználni. Dráktárja már megvan neki egyébként. De ezt nem egy senre szeretné el pazarolni. Középső tologatja közben a Nexus, kikik a csingatnak erre a t 2 toronyra. De nem tudnak elindulni rá a felbőszítés, ott van Sen. Annyira sok sebzést nem kap azért, mégis ott a megváltás. A megváltás, igen kimegy, hát de nem sem. Rengár végső képesség volt. Nem, annak még csak most kéne érkeznie, így van. A kos jól kapja el ma az a hát, akiben még egyelőre nem ragad bele a végső képességet, de meghal, kifelé ugrik az X, és szabadon lőhet Varusz, de nincsen benne sebzés, semmit nem tud Ornald csinálni, aki a pajzsok következtében végig püfölheti az agyát, három gyilkosság után pedig mondhatjuk azt, hogy az X-25 mehet előre egy biztos lesz belőle, de akár még több is. Lehet, hogy ez a mérkőzés is egyben a szériát fogja számukra jelenteni. Egy Kazix és egy Braum, nem tudom mennyire jó páros, de hogy ezt nem tudják megvédeni, az egészen biztos. Nincsenek végső képességek ugyan, de elérhető még egy Shuri roham. Villanással együtt aki lesz. Ez biztos vagyok benne, hogy le tudja hozni. Nézd meg, ott van a plusz arany sebzés is. Befelé ugrik az de nem tudja, de tud gyilkolni. Mi az Istenbe halt bele az a zír? Kettőt és könnyebbet. Megint a renger végső képesség. Kifelé fog -e menni a Kazixra? Nem kell már, hiszen halott. De a mérkőzést nem tudja befejezni az X-25. Jól akadályozott Speedy. És a némítás miatt nem lehetett visszafelé lökni a kost. Na mindegy, így is megvan a gyilkosság csere. Kettő-kettő összességében eddig. De most hagyja ott a fogát Ornis. Nem lesz ennek a mérkőzésnek vége. Sőt, ha itt meghal Karma, akkor a Baron Nashort is elhozhatja a Nexus. Márpedig meghalt. Húha, hát ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon túlvállalta az X25 eSports. Gyakorlatilag majdnem, hogy befejezték ezt a mérkőzést, de hát köszönhetően Speedy szának, és a továbbra sem értjük, hogy hogyan sikerült gyilkosságának. Visszajött a mérkőzésbe a Nexus, vagy hát ha nem is vissza, de még nem vesztették el. Lehet, hogy volt ideje pont sújtani a lesz akit így elemésztett hmm. az égető sebzés. Szem. Mert hogy egy alaptámadás végbe Nem tudom, csak gondolkodom. Itt egy végső képesség nagyon kéne bele a falba! Braum az egészet blokkolja, és ugye Baronna sor a háttérben meg lesz. Száz élet a sújtás, ha egyáltalán jött sújtás, de nem jött. Hogy jött volna? A teleport végbe megy, így van, Ma hár gyilkol, könyörgöm. A Nexus meg fogja nyerni ezt a meccset. 2 0 cserélnek a Baronna sor mellé. Inhibitor hiányzik, minden egyes tornyuk hiányzik a Nexus mellől. És a pingek, így is a Nexus fog nyerni? A pingek pedig érkeznek a pokoli sárkára, vagy legalábbis érkeztek, nem kellene ezt most feltétlenül elhozni, maximum azért, hogy az x25 ne hozz és az a szerencséje a szelp csapatnak, hogy a minionok miatt vissza kellett lépnie a Nexusnak. Ott tartunk a 32. percben, hogy már fejlődnek tovább azok a tárgyak, amiket Arno ugye és tud nem fejleszteni, elég. és nem elég, így nem. van. A, a, hát nem tudom, mi kell még lehet, hogy valamiféle isteni segítség ide az X-25-nak, hogy ők nyerjenek. Abolával nem sikerül a lopás. Pokoli sárkány. A harmadik elemi sárkány a Nexusnál, még Igen. az ősi előtt. Lassan tehát arról beszéltünk, hogy ki az el az ősit. Mert ha a Nexus, az elég sokat segít rajtuk azért. És azért harmadik alkalomra, vagy harmadik mérkőzésre úgy tűnik, hogy én is megkaptam, amit Kívántam, vagy szerettem volna. Ez egy izgalmas és érdekes mérkőzés, és igenis méltó arra, hogy valamelyik csapat elhozza az első győzelmet. Mi nem az? Ja nem csak nem hogy izgalmas, az előző az nem érdekes, nem. de az volt. Felejni akcióval. Oh. Én viszont... Végül is van 42 gyilkosságunk Ingen. így 33 perc alatt. Tehát. jogos, jogos, amit mondasz. Nem tudja kihasználni egyébként a, az előnyét az X25. 4-1-4-es volt egy ponton Rengár, valami 5-1-es MF is, 5-1-3-as talán. Uh -huh. És azóta csak halnak. Gyilkosságot hozni pedig nem nagyon tudnak. Ez köszönhet annak, hogy Rengár nem tudja pusztítani a hátsó sort, MF-nek pedig az ultia elakad a falon. Ezen a csapatharcon most... Vagy legalábbis ez... Ajaj, igen. igen. jó, hogy most rábukkan Klox. Így jól legalább nem tud megint hátba érkezni, hogy ezt már oly sokszor tette ezen a mérkőzésen. Jó a sebzés a katonákból, bár nem elég. De egy picikét azért megcsípték annak a varusznak a hátsóját. Valamikor meg kell húzni arra a, a Nexusnak, és számukra egyébként ez lehet a rosszabb verzió, mert Biztos, hogy viszont... nekik kell? Igen, mert nincs barony, vagy nincs Nexusuk. Az van, de Nexus védő tornyuk nincs. Ha nem akar húzni az X-25 kérdemén, miért jöttek akkor a középső ösvényre? Akkor, akkor mi itt a terv? Csak a baronna sort akarják visszatologatni, vagy, tehát, hogyha ők nem húznak ravaszt, akkor mit csinálnak itt? Na, tessék, itt a ravasz húzás inspiráció az egész csapatra. Sen van egyelőre külön, de akkor sem mehet be oda renger. Különben ő az, aki azonnal kapitulál. És a renger biztos, Ott hogy van. harcolni akart? Úgy néz ki, hogy akar, mert hogy ráindult Kazixra, aki megkapja egyből az egységben az erőt. A fal az most nem az igazi, de akkor se ér -e kulcs célpontokat az MF végső képesség. A háttérben túlél megint a Nexus. Kettő gyilkosság egyelőre aki lesz lép visszább, nincsen villanása, viszont van annak a sennek, fejbe is vágja jól. 3 0 csere a Nexusnak. Érthetetlen, de nyerni fogják a mérkőzést 35 perc után, mert nem tud mit csinálni az X-25 gyilkossághoz, nem jutnak, még az elkapások után is inkább ők pusztulnak, és a középső ösvényen 25 másodperc alatt legalább egy tornyot el tud hozni a Nexus, ha nem többet. Még akár az inhibitor is kiléphetnek. Nézd meg, mit csinál közben az X-25. Ez egy rizikós hívás. Rá fognak menni az inhibitorra? Meg lehet ölni ma? Az a, hárt, az a kérdés. Nem, a visszafordulás az jó. A pokoli marag szorongatja Ploxot, akinek ki is kell villani, és így is alig marad életben. De megvan a gyilkosság és ez mondjuk önmagában nem rossz. Hazza haza fognak menni. térni a nexus osok így. De az X-25-nek is haza kellene érnie? Mindenkinek haza kell. Mert itt az a nagy kérdés, nem is az éledni fog az X-25, de hogyha most megint buknak kettő darab embert, akkor megint nem tudnak semmi sem csinálni, és csak nézhetik majd, hogy a Nexus euh, akkor szépen kilép a külső ösvényekre, vagy a középsőn ténylegesen ők is elhozzák az inhibitort. Nagyon kiélezett most jelent pillanatban a harc, és egy-egy ellépés az most már a mérkőzést jelentheti pont azok a tárgyak készültek el Varusznál, amiket mondtunk, Vajon. hogy amúgy nem épít abból a tárgyból, ami megvan neki. Tényleg ott van a runán, tényleg ott van a letaszított király, és most még a Kán kardot is megveszi magának. Valószínűleg őrangyal lesz Kert, egyébként a végére, hogy ha biztos lesz. ne halljon meg. Ha lesz még egyáltalán tárgya, így van. A feldobás jó két emberre is, de megint sem van csak ott a front vonalban. Kazix nem tud a hátsó vonalba menni, pedig ő is keresi egyébként az évet. Nézd, most már Varusznak is van sebzése. Ákil lesznek a katonái, tépnének, de nem jó célpontra, és egyébként is keveset, kevesen is meg. Kevesen is vannak. E Meghalt. Az a bizonyos orn. Befelé megy közben ugrik egy nagyot és a teleport is ott van, így van. A felbőszítés nem talált, de zónezni így is jó volt, és egy villanást ki is szedett. Kloxból, hogyha jól, igen, kloxból. Hát egy gyilkosságban most semmit nem tud éppenséggel elhozni a Nexus, de megvédték az inhibitort, és ez az, ami fontos. Ez az, ami fontos, és nem tudom, hogy látod-e, hogy kedves Miss fortune volt, amikor duplázta Varusnak a farmját, a 37. perc végére már Varus tud vezetni vele szemben, és nemhogy annak a Miss nincs tárgy előnye, de szinte még lemaradása van. És ez az, ami nagyon-nagyon megbosszulja magát, és hogyha ezek után a Nexus Gaming csapata meg tudja nyerni ezt a mérkőzést, akkor azt mondom, hogy teljesen megérdemelten nyerik meg, ha meg tudják. Mert a szerb csapat egyszerűen elszórakozta ezt a meccset. Ezt nem mondanám mondjuk. De én, én igen. Volt egy nagyon... 5, 6 7 8 perc üres járat, amikor nem csináltak semmit. Ha nagyon akkor... problémás, hogy nem tudnak a hátsó sorhoz hozzáférni. De senki közülük, még rengár sem. Ők választották ezeket a Azért kérdek. is jó lenne, ha a sebzi ki tudna jönni, nem is kell neki a hátsó sorra, de bárhová a tankok kibírják az ősebzését. A hátsó sorhoz pedig pont a nem, régi, nem elkövetett gyengítések okán nem tud hozzáférni. Kisebb a távolsága a katonáknak, kisebb uh, távolságra tudja őket kiküldeni. Úgyhogy szerintem ő még nem is látta azt a varuszt vagy a hárt, csak amikor ők kapták el. 0 6 es azért. Igen. És én emiatt nem hibáztatom, mert nem tud ennél többet. Amiatt mondjuk már talán, hogy nem vásárolt egy kis varástörést, hogy a tankokra legalább kiossza a sebzést. De az meg már nem az én dolgom. Megint egy elkapás a sárra. Kijön rá a kos is, fel is lehet dobni le is lehet kötni, eltűnt életerének körülbelül 5-10 a Igen, és nem számított semmit. Semmit egyáltalán. Az ősi sárkánytól való zónázás volt ez az X25-tól, de nem hiszem, hogy sikerült. Az őrangyal ott van egyébként közben már Varuszan és próbál sebezni és uh nem volt jó. A tége a felbőszítés. Az mondjuk még nem rossz. Rengel szeretne lopni egyet. Végső képességgel sem lesz ez meg. Az őrült. Sorozattűs sem az igazi egyszerűen nem jön ki a lépés az X25-nak. A Nexus Gaming viszont zseniálisan csinálja. Igen. Megvan az ősű sárkány három elemi mellé, 30% a tényleges sebzés, mármint a bónusz, 12 a sima sebzés bónusz. Nem, talál a lassítás. Megint itt a kos, nézd meg, hát egyszerűen nem fogy el. Kazix és Malzahár érkezik. Ne feled, meg van a bónusz Jó! Rengárnak a menekülése az anya homokúrával tud védekezni. Még egyelőre Malza, de meghal. A katonák fejezik őt be egy-egy összességében ez a csere. Rengár már térne haza, de nem nagyon hagyják ezt neki. Befelé villan Braum. És a sebzés az még mindig ott van varusban aki ontja is ki ezt magából, és az őrangyalt is beáldozza azért, hogy meglegyen a győzelem, és úgy néz ki, meg lehet, hiszen mindenki halott már az X-25-ból, megy a teleport előre, és mehet is delito mert ez egy epikus győzelem a Nexus Gaming csapatának javára. 40 perc izzasztó csetepati, ami után végül a Nexus-é lesz. Ja, Nagyon árulkodó volt az itt az utolsó csoportharc előtt, még az ősi sárkány leölése előtt, hogy a 25 csapatának a tankja az úgy olvadt el Varus sebzésétől, mint a még továbbra sem tudok rá hasonlatot mondani, de nagyon-nagyon könnyen veszítette az élet erejét, ez már egyfajta intőjel lehetett. És az, hogy egy olyan mazár, akinek végigmegy a végső képessége, gyakorlatilag elhasznál mindent, és még a kis ö, üresség lényei is kiosztják a sebzést, hogy utána ő a zonya után meghal, hát jó, benne van. De a mérkőzés jelen szakaszában a Nexusnak már nem ő volt a fő sebzés hordozója. Ő arra volt jó, hogy egy embert elkapjon, lekössön, legalább másfél másodpercig zavarba hozza, és talán pont az, hogy valószínűleg ne figyeljen senki. És rendben van, még a meccs elején beszélgettünk arról, hogy az ösvényfázisban a karma nagyon jó lehet, és hogy majd jaj, szegény Braum mit fog vele kezdeni. Hát a szegény Braum a mérkőzés 30. percétől kezdve le se tojta a karmát. Az ösvényfázisban jó de volt, úgy tehát amit mondtunk, senki. az igaz, Igen. de utána tényleg Braum tankossága Nem. volt az, ami ami hatásosabb volt és sokkal hatásosabb. És lehet egyébként, hogy egy ilyen kompozícióban, hogyha az X-25 mondjuk egy alistar hoz. akkor többre megy. Ezt már sose tudjuk meg. Viszont ami biztos, hogy ennek a BO3-as szériának vége és egy kicsikét nehezen is, de azért tudod nyerni. A Nexus Gaming csapata. Jó felvezető volt ez a wide-nak. Így van. Úgyhogy el is megyünk egy kicsikét hosszabb negyed órás szünetre, hamarosan jövünk vissza.